Turing Machine egy 1-től 4 főig játszható társasjáték, amelyben a játékosok igyekeznek mi hamarabb megtalálni az aktuális feladvány megoldását. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, jegyzettömböt, igazolókártyákat, feltételkártyákat, egy félsztollat, egy lyuk kártyatartót, lyuk kártyákat, egy gépet és négy darab paravánt, amelynek a belső oldala segédletként funkcionál. Helyezzük a gépet a játéktér közepére, a lyukkártyatartóba értékek alapján helyezzük be a lyukkártyákat. Ezek kerüljenek mindenki számára könnyen elérhető helyre. Majd válaszunk egy feladványt. A szabályfüzetben 20 feladvány van, és minden feladványnál meg van határozva, hogy a gép melyik betűjeléhez milyen feltételkártya és milyen igazolókártya kerül. A feltételkártyáknak 1-től 48-ig terjed a számozása. Az igazolókártyák számozása ennél némileg összetettebb. Figyelni kell egyrészt a szint, másrészt pedig a számot. A turingmasin.info oldalon pedig rengeteg feladvány található. Én most egy napi kihívást készítek elő, minden nap egy újabb kihívást lehet itt elérni. Ezt fogom előkészíteni. Van szóló és kooperatív változat is, én most a kompetitív változatot készítem elő, tehát egy 2-től 4 terjedő játékot készítek elő. És itt látható, hogy a gép A részéhez az 1-es feltételkártya kerül, a B-hez a 9-es, és így tovább. Tehát ebben a feladványban most 5 feltételkártyára lesz szükség, ezeket meg kell fordítani. Van olyan feladvány, amelyikben 4 feltételkártya van, és van amelyikben 6. Ezt követően meg kell keresnem ezeket a lila jelölésű igazolókártyákat, 357, 216, stb. stb. Tehát ezt a rengeteg kártyát így megfogom, és kikeresem a lila számozásokat. Az igazolókártyák képpel lefelé kerülnek a megfelelő helyekre, és mivel egy-egy kártyát több játékos is használni fog, esetleg érdemes megelölni egy fill hogy ez az igazolókártya az A-hoz kerül, tehát mondjuk ide berakni egy X-et vagy egy pipát, ez a B-hez, C-hez, és így tovább, hogy játék közben biztosan ugyanoda kerüljön vissza az igazoló kártya, ahova tartozik. Ugyanis nagyon fontos, hogy az A helyen ez a két kártya fixen egy pár talkot, a B helyen ez a két kártya, és így tovább. Minden játékos vegye magához egy ilyen játékos segédletet, és paravánként használva tegye maga elé, majd mindenki kapjon egy-egy ilyen jegyzetlapot, ezt a paraván mögé kell helyezni, és ide lehet feljegyezni azokat az infókat, amelyekhez egy-egy kérdés által jutunk. Ezt követően kezdődhet is a játék. Én most ezt a paravánt szimplán segédetként ide helyezem. A játék pedig több fordulón tart, egy forduló pedig négy lépésből áll. Először is minden játékos megalkot egy tesztkódot, ezek a tesztkódok 111-től 555-ig terjedhetnek. Majd a második lépésben meg lehet kérdezni legfeljebb három igazolót, a megalkotott kóddal kapcsolatban. A harmadik lépésben mindenki összegzi a kérdések által megtudott információkat. A negyedik lépés pedig annyiból áll, hogy a játékosok jelzik, hogy megfejtették-e a kódot, és ha legalább egy játékos megfejtette a kódot, akkor az leellenőrzi. A cél pedig, hogy az ellenfeleinknél előbb fejtsük meg a kódot. Nézzük meg, hogy ebben a példajátékban milyen kérdéseket lehet majd feltenni. Először is a kék számmal kapcsolatban megtudhatjuk, hogy egyenlő -e egyel, vagy annál nagyobb. Arra vonatkozóan is kérdést fel, hogy van-e a számban hármas, és ha igen, akkor egy, kettő vagy három. Ez az igazoló azt vizsgálja, hogy a sárga vagy a lila nagyobb egymáshoz képest, esetleg ugyanakkorák. Ez az igazoló azt vizsgálja, hogy mennyi páros számjegy van benne. 0, 1, 2 vagy 3 páros számjegy lehet benne. Végezetül pedig ez az igazoló azt állapítja meg, hogy van-e ismétlődő szám, vagy nincs pár, vagy pedig egy ismétlődő számi egy pár van. A kód megfejtéséhez minden kérdésre, minden igazolóra szükség van, nincsenek felesleges kérdések, és fontos, hogy úgy alkossuk meg a kódot, hogy abból a lehető legtöbb információt szerezzük. Például én először azt mondom, hogy kipróbálom a 134-et, ezt ide fel kell írni, ezt követően pedig eldöntöm, hogy melyik igazolót szeretném kérdezni. Mondjuk megkérdezem ezt a C igazolót. Először is a lyukkártyákkal megakadtam ezt a számot, tehát 100, 30, 4. Ezeket így egymásra kell helyezni, és mindig pontosan egy lyuk keletkezik, három kártya egymásra helyezésével. És most a C feltételhez tartozó igazolót szeretném megnézni akkor azt felfordítom, és ráhelyezem úgy, hogy a kör a körre, a négyzet a négyzetre, a háromszög a háromszögre illeszkedjen. Ha pipát találok benne, akkor az azt jelenti, hogy ez a szám igaz erre a kérdésre, erre a feltételre, ami azt jelenti nekem, hogy mivel az én kódomban a hármas, tehát a sárga kisebb, mint a négyes, azaz az a lila, és erre igaz válasz jött, a C-nél ragok egy pipát, és ezzel tulajdonképpen megtudtam, hogy valóban a lila nagyobb, mint a sárga. Tehát ebből a feltételből ez lesz igaz, a sárga kisebb, mint a lila. Ez a kettő pedig, hogyha olyat kérdeztem volna, ahol vagy egyenlő a két számjegy, vagy a sárga a nagyobb, mint a lila, x-et kaptam volna. Ebből tehát már van egy információm, és a céghez ezt érdemes is rögtön feljegyezni, tehát már tudom tulajdonképpen a fix választ, ezt le is jegyeztem. Ugyanaz a kóddal legfeljebb három kérdést teltek fel, ez még csak az első volt, tehát ezt vissza kell helyezni pontosan ugyanoda. És fontos, hogy a játékosok szimultán hagyják végre ezt a lépést. Tehát egyrészt mindenki kiveszi ezt a három kártyát, ami a saját kódjának megfelel, és ezeket az igazolókat nyugodtan el lehet venni. Ha valaki pont ugyanazt az igazolót szeretné kérdezni, amit valaki elvett, akkor megvárja, hogy visszarakja, és utána ő veszi el. Én most megkérdezem még a B-t, hogy vajon egy hármas van-e a végleges kódban. Itt most az jött ki, hogy igen, valóban egyetlen hármas lesz a kódban. Azt nem mondja meg, hogy hol lesz ez a hármas, lehet, hogy a kék, a sárga vagy a lila helyen lesz, de az biztos, hogy egy darab hármas lesz benne. Tehát a B-hez is rajzolok egy pipát. Végezetül pedig megkérdezem az A igazolót, hogy a kék háromszög az egyese. Nézzük meg. Nem, itt X-et kaptam. Tehát az A kérdéshez X-et rajzolok. És ezzel tulajdonképpen csak egy számot zártam ki. Tehát a kék nem lehet egyes, de bármi más igen. Mivel ugyanaz a kóddal legfeljebb hármat kérdezhetek, ezeket most visszarakom. A játékosok bevárják egymást, illetve amíg várják egymást, levonhatják a következtetéseket. Például én a B-hez beírhatom, hogy egy darab hármas lesz. A kék egyesre pedig az jött ki, hogy hamis, tehát nem egyenlő egyel. Itt tehát a helyes megfejtés az, hogy nagyobb, mint egy. Összegezve az információkat, a kéknél biztos, hogy nem lehet egyes, és a lilánál sem lehet egyes, hiszen az jött ki, hogy a lila nagyobb, mint a sárga. Úgyhogy itt is kiúzom az egyest. De igazából ez alapján még nem tudnám megfejteni a kódot. Még túl sok variáció van. Azt tudom, hogy valahol hármas lesz. De hogy hol azt nem. A negyedik lépés során pedig a játékosnak annyit kell tenniük, hogy az asztal közepére helyezik az öklüket, és ha valaki tudja a kódot, akkor felfelemutatja a hüvelykóját, ha pedig valaki nem tudja a kódot, akkor lefelemutatja, és a hüvelykóját mindenki lefelé mutatja, akkor új forduló kezdődik, azaz egy újabb kódot kell alkotni. Legyen mondjuk most a 235, ezt feljegyeztem, megalkotom ezt a számot, tehát 235. 5, így néz ki egymásra rakva ez a három lyukkártya, és egyrészt megkérdezem a d hogy hány páros van benne. Ugye én most azt állítom, hogy egy páros van, hiszen csak egy páros számjegyet raktam bele. Abból, hogy erre hamis választ kaptam, azt tudom, hogy nem egy páros számjegy van benne. Ugye a kód alapján tudom ezt megállapítani, mert most egy páros számjegyet raktam bele. Ez azt jelenti, hogy vagy kettő páros számjegy van benne, vagy egy sincs, tehát mindegyik páratlan. Tehát ez alapján még nem tudtam megállapítani, hogy mi a végső kód, vagy mi a végső feltétel a négy közül, de azért kettőt kizártam. És megkérdezem azt is, hogy van-e benne számjegy ismétlődés. Azt mondatja, hogy ez most, amit én kiraktam, ez hamis. Most ebben nincs számjegy ami azt jelenti, hogy van benne számjegy ismétlődés. Tehát erre Mind a kettőnél x jött ki, tehát a d-nél meg az e-nél is x-et kell rajzolnom. És mivel arra, hogy nincs benne pár, hamis jött ki, azt jelenti, hogy van benne számpár. Most többet azért nem kérdezek, kérdezhetik még egyet, de igazából a többiről már megkaptam a választ, tehát felesleges feltenem ezeket a kérdéseket még egyszer. A háromszögre biztos, hogy az jön neki, hogy igaz, hiszen nagyobb, mint egy. Itt is igaz jön neki, hiszen pontosan egy hármasodtam be a 235-be, és itt is igaz jön neki, hiszen a, hiszen a lila nagyobb, mint a sárga ebben a számkódban is. Az ehhez lehet be tudom írni, hogy egy pár van. Azaz egy számjegy ismétlődik. És ez alapján azt hiszem, hogy muszáj lesz ezt megkérdeznem még egyszer, és tudnom kell, hogy nulla vagy kettő páros számjegy van benne. Azt hiszem, kipróbálom a 434-es kódot. Tehát kiveszem a 434-et, és ezt az egyetlen igazolt fogom megkérdezni, hogy ez így igaz-e. És azt mondja, hogy nem, nem igaz. Én azt állítottam, hogy két páros számjegy van benne, ő meg azt mondta, hogy ez hamis. Tehát ez azt jelenti, hogy nulla páros számjegy van benne. És többet nem is kérdezek tőle. Belem a D-nél az X-et, és egyértelműen az jött ki, hogy nulla páros van benne, ami azt jelenti, hogy mind a három szám egy páratlan kell, hogy legyen. Kicsikszelek minden páros számot van benne szám egy ismétlődés, a hármas kell, hogy szerepeljen valahol, a lila nagyobb kell legyen, mint a sárga, tehát a lila mindenféleképpen ötös lesz, a sárga mindenféleképpen hármas, és mivel tudom, hogy egy darab hármas lehet benne csak, így a kék helyén is ötös kell, hogy legyen. Így tehát én a harmadik forduló végén, amikor mindenki berakja az öklét, akkor felfelemutatom a hüvelykújjamat, az oldalon pedig meg tudom adni a végső kódot, ezt a többiektől rejtve teszem meg, hogyha mások nem találták ki, akkor ne lássák, hogy mit írok be. 535, megvizsgálom, és azt jelenti, gratulálunk, ez a helyes kód. Ha ezt mindössze egy játékos találja ki, akkor egyértelműen ő nyert. Ha pedig több játékos is ugyanannak a fordulónak a végén fejti meg a kódot, akkor meg kell vizsgálni, hogy ki hány kérdést tett fel. Én az első fordulóban három kérdést tettem fel, a másodikban csak kettőt, a harmadikban pedig egyet. Tehát összesen hat kérdést tettem fel, aki kevesebb kérdésből találta ki, megnyeri a játékot. Ha pedig e tekintetben holt verseny áll fenn, akkor minden érintett nyertesnek számít. Ha a kódot ellenőrző játékos hibázott, nem a megfelelő kódot találta meg, akkor ők kiesik a játékból, és a többiek nélküle folytatják, egészen addig, amíg valaki meg nem fejti a kódot, vagy mindnyáján kiesnek. A szabálykönyvben külön leírás van az egy kategóriába tartozó feltételkártyákhoz. Egy kicsit részletesebben elmagyarázza, hogy mit is vizsgál a feltételkártya. Lehet egyedül és kooperatívan játszani, vannak különböző nehézségi szintek, van olyan, hogy egy feltételhez két igazoló tartozik, de csak az egyiken az egyik állítás igaz. Ezt ki kell deríteni. Van olyan játékmód, hogy az igazoló kártyák, azok nincsenek a játék elején egy-egy feltételkártyához csatolva. Nekünk kell kideríteni, hogy melyik feltételkártyához melyik igazoló tartozik. Úgyhogy rengeteg lehetőség van a játékban, és ahogy említettem, a külön honlapon rendkívül sok feladvány van, az újabb játékokhoz újabbakat lehet generálni. A Turing Machine egy gyors és szórakozható fejtörő, amit akár egyedül is játszhatunk, és nagyon addiktív. Emellett pedig játékmechanikailag is lenyűgöző a lyukkártyák és az igazolók működése. Örülök, hogy erre jártál és megnézted ezt a videót. Ha érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, akkor megköszönöm, ha lájkolod, kommentelsz, megosztod és feliratkozol a csatornára.